Sziasztok! Mielőtt belevágunk az elemzésekbe, gyorsan elmondanám, hogy a Netfon lett az új szponzorom. Ha úgy érzed, hogy túl magas a telefonszámlád, nézd meg az ajánlataikat a netfon.hu/kodiak oldalon. Én is váltottam és átmentem hozzájuk, mert a korlátlan beszélgetést tartalmazó csomagok már 2990 forinttal elérhető. Nézzétek meg, ha tetszik, fizessetek elő az oldalamon keresztül, ezzel engem is támogattok. Köszi! Sziasztok! Ismét nekifutok, hogy elemezzek egy pár Overwatch demót, hát ha változott egy kicsit a rendszer, ugye az elmúlt időszakban csak spinbotokat dobott be, és nem nagyon lehetett értelmesen elemezni demókat, ezért is álltam át részben a Faceit-es Justice demók elemzésére, ott azért érdekesebb dolgokat lehet nézni, igaz, hogy nem csalásról van szó, hanem hogy ki mennyire griefingel, vagy mennyire próbálja eldobni az adott meccset. De hát, ha mostanra a Cségónak az Overwatch rendszere visszazökkent a normális kerékvágásra, olvastam olyat egy pár helyen, hogy direkt volt ez a leállás, hogy volt valami exploit, amivel tudtak a cheaterek bannolni olyan embereket is, akiket nem kellett volna. Nem tudom, hogy mennyi igaz ebből, minden esetre most már elméletileg jobbnak kéne ennek lennie. Az mindenképp igaz viszont, hogy mostában mi jóval kevesebb csalóval találkozunk, tehát mind Supreme, mind Global Rankon, de még általában SAS környékén is, ugye ahol a kis accountommal szoktam játszani a nézőkkel, és ez nagy részben annak köszönhető, hogy van egy oldal, ami megnézzük a trust faktorunkat, és hogyha ott mindenkinek zöld a trust faktora, akkor általában jó szokott lenne a dolog. Ez nem működik 200%-osan, de a neve ez a faceitfinder.com, ide beütöd a profilodat, és akkor ki fogja adni, hogy a trust faktorod elméletleg milyen. Mondom, nem tudom, hogy ez mennyire valós, vagy nem valós, annyit tudok, hogy mi ezt a haverokkal teszteltük, és úgy tűnik, hogy ha itt zöld mindenkinek a trust faktorja, ehhez pár dolgot kell majd beállítani, hogy ne legyen privát igazából semmi a profilodon. Akkor, hogyha ez zöld, akkor jól szoktak elsülni a meccsek. Na de nézzük meg, hogy mi a helyzet az Overwatch világában. Vertigón találjuk az első suspectet. De fura crosshair placement. Ez meg mondjuk a bemelegítés, de már itt is néha elég csúnyákat kap a suspect barátunk. Jó, hogy ráadásul ez egy 2v2. Nagyszerű. Ott már nem lehet boostolni. Hát egy jó kis prefire az emberekre. Még lehetett hallani, hogy jönnek, úgyhogy tehát fedezéket nem keres, áll a semmi közepén, céloz a trafóra, ezzel az ugrással baitelni akarja, hogy kinézzen. Jaj, nem tudom, ez elég furcsa. A scout ez megint nagyon furcsa, mondom. Hoppit, már ugrál a scout ide-oda. Még legalább nem spinbot, legalább nem a földet nézi. Én nekem, hogyha így elsőre tippelnem kéne, azt mondanám, hogy
hogy suspect barátunk csal. De lehet, hogy ez a kanári is. Mert teljesen abszurd, ami történik. Tehát ami... most megállítom. Tehát, ugye az volt a terv, hogy a kanári anélkül, hogy kinézett volna, és anélkül, hogy tudták volna, hogy egy ember védi csak, ugye mert az elején a társa az nem csinált semmit, csak a kezdőn állt, egy ember védi csak a közepet, és senki nincs bén, megálltak középen, úgyhogy nem néztek ki a scoutosra. A kanári visszaküldte a társát, hogy jöjjön el bére. Eljött bére a társa, de nem jött be bére, hanem megvárta egészen addig, amíg a suspect elkezd kimozogni a pozíciójából, amikor aztán a kanári elindul, és a szonár még mindig ott áll a B bejáratnál, tehát még nem jön be, ami szerintem nem tudom elképzelni azt a kommunikációt, főleg úgy, hogy a suspect egészen odáig, amíg ezek a dolgok megtörténtek, nem lőtte el magát, nem lépte el magát, utána most már előtte magát persze, de ez teljesen furcsa, mi történik. Én azt tudom elképzelni, hogy egyikük lesúgja a másiknak, hogy hol van az ellenfél, vagy pedig mind a ketten látják, hogy hol az ellenfél, mert ez teljesen irreális egy 2v2 meccsben, hogy ilyen dolgok történjenek, mert semmi értelme nincsen. És megpróbál a suspect két szöggel együtt harcolni. Ugye látszik megint, hogy borzalmas a izéje, a crosshair placementje, és az a gyanúm, hogy ez, de most én nem tudjátok, hogy nem értek annyira a cheatekhez, de ha valamire tippelnem kéne, akkor ez valószínűleg egy ilyen triggerbot, ami hogyha elég közel viszed hozzá a célkeresztet, akkor már rá fogja rántani a fejére. És ugye eddig 100%-os headshot rétje van, itt látszik is, ugye 3-ból 3 fejes volt. Ugye kiderül, hogy az utolsót hogy oldja meg, de hát és az is fejes, ugye. Na, nem találja meg a gránátot, megvan végre a gránát. Hát ez nem úgy pattan sajnos, nem tudja jól eldobni. Ez se úgy pattant, ahogy szerette volna. Hát megint most csak elméletek várnia kell, és belesétálnak majd a célkeresztébe, ami rárántja, itt már falon át rárántja. Most meglövöldözi a... Na, egyet hibázott. Most upgrade-elt AVP-re, ugye ezzel valószínűleg nehezebb csalni, mert itt nem tud mozgásba. Opp, az ellenfél már pörög. Most már ezt nem is akarja hagyni, igen, hát akkor itt szépen bebizonyosodik minden, amit sejtettünk, hogy itt most már falon át elkezdi lövöldözni őket, mert most már jobban fél a spinbottól. De. Ajaj, na most mit csinálsz? Miért nem lőtt a szonár? Hát őt falon át el tudja szedni, hogyha akarja bármikor. Úgy látszik, nem akarja. Megint nincs kétsége, hogy honnan fog jönni az ellenfél. Eddig még nem tartott rossz szögre különben a barátunk. Mondjuk nem is nehezítik meg a dolgát, mert úgy trappolnak, mint egy elefánt a porcelánboltba. Ettől függetlenül ennyiből már elég valószínűleg ki lehet, valószínűleg ki lehet jelenteni, hogy suspect csal. Igaz, hogy az ellenfél is csal. Igen, itt már nézi őket falon át. Nézi, hogy pörög. De szonár úgy látszik, nem tudja, hogy hogyan kell alkalmazni ezt a csalást, mert nem nagyon fregel még azzal se. Felmerül persze a kérdés, hogy mi az izgalmas ebben. Mert láthatóan semmi.
hiszen tudod, hogy honnan jönnek. Hát gyakorolhatod a gránátokat, mert azt megint nem fogod tudni így bedobni. Hopp, ugyanúgy nem pattan le. Most próbálja falon át lőni a szonár. Na, ezt sikerült lepattintani. Na, hát erre legalább jó volt, hogy kezdi megtanulni. Hát szonárnak nem sok agya van valószínűleg, mert ő beleállt a tűzbe, és ott maradt. Ja, itt megint az, hát, ha eddig nem lett, eddig is már világos persze, hogy csal, de ha eddig nem lett volna világos, ide nem megyünk ki és nézzük ezt a falat, ami itt van, mert bármikor feljöhetnek a lépcsőn alattunk. Vertigón azért viszonylag nehéz, meg különben nyúkon is viszonylag nehéz a hangokat így beazonosítani, most lent van vagy fent van, tehát max a felületnek a hangjáról tudod, hogy az a felület van-e a fenti lerakon vagy a lenti lerakon, de így hogy mondjam, direkcionálisan nem nagyon könnyű megismerni, hogy mi merre van. Szóval nagyon magabiztosnak kell lenni az, hogy ezt a falat nézve álljon ki oda az ember, miközben akár lentről is megpusolhatják, de láthatóan nem fél attól, hogy lentről fogják megpusolni, hiszen pontosan tudja, hogy mi van. Gánatok még mindig nem nagyon mennek neki. Na, talán ez a pattintás. Ez most sikerült lepattintani. Na, kanári az most pörög, vagy nem pörög? Ez is egy AVP most nála. Most állnak egymással szemben. Lehet, hogy kanárinak nincs... Ja, Istenem, nézni is rossz, ami történik. Na jó. Azt hiszem, itt elég információt gyűjtöttünk azzal kapcsolatban, hogy csal-e a suspect vagy sem. Kivételesen most nem is megy el B-re. De felugrani se tud. Hoppá! A végére csak lelövik. Azt mondja, hogy aim assist? Igen. Vision assist? Igen. Other? Nem tudjuk. Nem láttuk banizni, nem láttuk másolni, nem griefelt. Bye! Na, ez most 5v5. Mirázs. Ó, jajjaj. Valami miatt nagyon laggolnak a gránátok. Furcsa módon falon át eddig mindenkire rátartott. Aztán leleveti magát. Pedig jó helyen sejtett az ellenfele. Megint jó helyen sejt az ellenfelet. Ajjaj, jönni fog a rövid, kíváncsiak. Hát igen, azt is jó helyen sejti. Eddig mindenkit jó helyen sejt. Különben jobb, hogyha tudjátok ezt is. Viszonylag ritka taktika, hogy magadra füstöt dobsz, és aztán megpróbálod abból kilőni az ellenfelet. Suspect most ezt próbálta. Nem kizárt, hogy csalnak ellenük is különben. Ami mondjuk egyáltalán nem jogosítja fel arra, hogy ő is csaljon. Ugye 9-2-re vezet az ellenfél. De mindegy, nekünk nem is azzal kell foglalkozni, hogy az ellenfél csal-e, hanem csak azzal, hogy a suspect csal-e. De ez biztos, hogy volt hackezett eddig, és akkor innentől öreg. Jézus. Nem megy. Eddig nem nagyon ment az aim, meg a
célzás most. Vagyis hát az aim meg a lövés most. Most majd Dezivel lehozza. Örögve. Hát ebből ugye nem sokat nem látunk, meg annyira nem is élvezhető. Az milyen frusztrált lehet, hogy még csalással sem fognak nyerni, mert így is szétszedik. Na jó, hát ezt nem fogjuk végignézni. Ugye aim assist volt, vision assist volt, external, hát ráfogjuk. Ezt is van izgatott, nem? Hát vagy nem. És ez meg nem. Bye bye. Ezt kettő, reméljük nem a földet nézi. De, a földet nézi. Scoutot vesz. Az kettő mindig gyanús, de az kettő a cheaterek hazája, mondjuk nem annyira, mint Office. Reménykedjünk, hát ha nem pörög most valaki, kontrollálhatatlanul. De, pörög. Pörög, kontrollálhatatlanul. Kontrollálhatatlanul. Jesus. Szóval cash. Mindenki pattog, mint a nikkelbolha. Óriás pattogások, ugye? Jajjaj, scout, scout falon át, szama, jaj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 
Borzalmasan nehéz lehet így ez a játék. Hogy nem izzadnak meg? Ez a kérdés. Kis majmok. Szerintem itt se kell tovább nézni ezt. Nincs hova tovább nézni. Összességében azt hiszem el lehet mondani, hogy nem lett jobb az Overwatch helyzet. Szinte ugyanazt a bagást kapjuk még most is. A nagy része spinbotos, a másik részét meg nem nehéz kitalálni a csal, hiszen nem is rejtik.
Jó, hát köszi szépen figyelmet, sziasztok!